Kérem, fogadják sok szeretettel Lakatos Lilla előadásában a Borítva című dalt. Kérem dr. Vinnai Győző urat, országgyűlési képviselőket ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt államtitkár úr, alelnök úr, polgármester úr, vezérezeres úr! Tiszalök városi pályázata, ahogy az elbeszélésekből hallottam, sikerre volt hiteltetve. Hiszen 1990-ben az önkormányzati rendszer létrejött, és véleményem szerint az önkormányzati rendszer akkor, abban a szabad, az első szabad választás után, abban a légkörben a helyi hatalom legerősebb bázisát jelentette, hiszen a Tiszalökön élő emberek, de a máshol élő emberek is először a polgármesterrel, polgármesterekkel, a képviselőtestület tagjaival találkoztak, és velük együtt gondolták végig egy adott település jövőjét. Tiszalök 10 éve és 25 éve és 10 napja város. Ebben szerepet játszott az is, hogy térségi szerepe korábban is vitathatatlan volt, hiszen korábban járási székhely volt, és magam is emlékszem azokra a beszélgetésekre, 2012-ben, mint kormány megbízott, hogy 13. január 1-én itt ebben a térségben
Tiszalök vagy Tiszavasvári legyen a járási székhely. És miniszter úrral is nagyon sokat beszéltünk erről, és talán gesztusértékű volt az, vagy szimbolikus jelentőségű volt az, hogy az országban az első kormányablakot itt adtuk föl Tiszalökön. Tiszalök ma ünnepel, és a polgármesterek, illetve a jelenlegi polgármester elmondásából érzem azt, hogy az itt élő emberek, nem csak a választott tisztségviselők, az itt élő emberek szeretik ezt a települést. Szeretnek itt élni. Mondhatom azt, hogy lokálpatrióták. Én korábban ugye Nyíregyházán és környékén nőttem fel a Bokortanya világban, Nyírteleken, sokat hallottam Tiszalökről, de túl sokat nem jártam korábban, inkább a turizmus, a erőmű, a Tiszapart kapcsán voltam itt, és mindig beszélgette az emberekkel, ez a lokálpatriotizmus átjött nekem. És 2012-ben lettem ennek a térségnek a választókerületi elnöke, majd 14-ben megválasztott egyéni országgyűlési képviselő, és én azt látom, hogy ez a hármasság bennünk van, hogy a hiányzó infrastruktúrát még pótolni kell, hiszen Tiszalökön ez egy kiemelt feladat. Emellett az oktatást, az idős gondozást és az egészségügyet, lásd, ahogy polgármester úr is mondta, ennek már én is részese, vagy ezeknek az átadásoknak már én is részese voltam, amikor az egészségházat átadtuk, az idősek otthonának bővítését átadtuk, illetve az iskola energetikai pályázatból megújult a nyílászárók csere, a homlokzati szigetelés megtörtént, és ráfért már arra az iskolára. Igen, mert az iskola az egy nagyon fontos, hogy egy település a tudást átadja az itt élő gyerekeknek, és megtartó erejét erősítse. A 90-es évek mást jelentettek az önkormányzati világban. Én azt gondolom, hogy akkor nagyon az első között nyújtotta be ezt a városi pályázatot Tiszalök, ahogy hallottuk, hogy 91 őszén már benyújtott, és 91 decemberében megkapta a pozitív határozatot, és 92-ben pedig várossá nyilvánították. És természetesen egy új fejezetet jelent Magyarország történetében, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz 2004. május 1-én, és más dimenziók nyíltak ki, és ahogy hallottuk itt Kovács Gábor elmondásából, hogy akkor is, tehát más volt a 90-es évek, más volt a ezredforduló utáni időszak, de akkor is Tiszalök mindig lépett egyet előre. És hát a mostaniban a hiányzó infrastruktúra, az egészségügyi oktatás és a szociális gondoskodás mellett véleményem szerint a harmadik nagy terület, ami Tiszalök sajátja, nem akarom azt mondani, hogy kitörési pontja, mert mindig is volt a turizmus. A turizmus, amely itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy egységes koncepció alapján akarunk megvalósítani, és a területi operatív program, amely 90 milliárd forint ebben a megyében, egy jelentős rész, ennek majdnem 10%-a megyei szinten, amely turizmusra fordítható. Csak a területi operatív programból, mert egyéb fejlesztések, egyéb turisztikai fejlesztések lehetnek még. És nekem nagyon tetszett, amit az első polgármester Király Sándor mondott, hogy merre nézünk, tehát hogy Tiszalök elhelyezi magát, hogy milyen irányba haladunk, hogy emelkedő pályára kerülünk-e, hogy megcélzünk-e egy olyan települést, amely megyeszékhely rangja van. Hát ne felejtsük el, és csak ezt az egyetlen gondolatot engedjék meg nekem, Nyíregyháza 1753-ig egy desztalott, egy desztert, ahogy a források említették, és akkor jöttek a telepesek, Petrikovics Csizmadira mesterrel az élen, ugye szlovák telepesek, vagyis hát már délről jöttek, Mezőberényről, Békés Csabáról, Békésről, és teremtettek egy virágzó települést a maguk szorgalmával, a maguk tehetségével. Ugyanezt érzem itt, Tiszalökön. És azt gondolom, hogy nem az én tisztem, hogy ezekről a fejlesztésekről beszéljek, egyetlen gondolat csak, hogy én partner vagyok abban, hogy a jó ötleteket, a jó pályázati lehetőségeket együtt harcoljuk meg, direkt mondom, hogy nem lobbizunk, de együtt harcoljuk meg, hogy a tiszalöki emberek részesei legyenek annak 2017-ben, 2018-ban és az utána következő években is, hogy Tiszalök fejlődjön. És mivel Tiszalök ünnepel,
Ezért én hoztam önöknek egy idézetet Hamvas Bélától, kiváló író, filozófus, esztéta volt. Az ő élete a 20. században nagyon kalandos volt. Sokáig elhallgatták, ugye 48-ban bélistázták, 47-48-ban bélistázták, elhallgatták, 1890-ben született, megérte a két világháború közötti időszakot, a 45 utáni koalíciós éveket, majd 48 után a kommunizmus, majd ugye 56 után egészen 68-ig élt, és ő az ünnepről mond néhány mondatot, vagy legalábbis ezt a néhány mondatot hoztam el önöknek, amelyben az egyén és a közösség szerepét boncolgatja. Ennek a lényegét fogom elmondani, és ez azért fontos, mert akik itt ülnek, vagy választott tisztségviselők, azok a közösségét akarnak tenni, és Tiszaöknek csak az lehet a jövője, ha olyan embereket választnak a polgármesteri székbe, vagy a képviselőtestületbe, akik ezt a, hogy mondjam, ezt a vezérlő zsinór mértéket sohasem felejtik el. Tehát az idézet, az ünnep közösségi létezés, mikor az egyéni érdek fölé a másik embert, a többi embert helyezzük. Mikor egyéni céljaink a közösség javában oldódnak fel. Nemzetünk, de behelyettesíthetnénk, hogy településeink, nagy pillanatai azért váltak ünneppé, azért váltak életté, mert lényegük mélyén nem az én, hanem a közösség állt. Azt gondolom, hogy a hétköznapokban a teljesítmény és a munka kell a fő társadalmi szervezőerőként megjelenni, vagy ennek kell lenni, ünnepnapokon és a mai ilyen a közösségben való gondolkodás. De a teljesítménynek is mindig a közösségi célokat, és természetesen az egyéni célokat is kell szolgálni, hiszen ha kifejtek egy teljesítményt, oda teszem magam, ha szabad így fogalmazni, akkor ott az egyén szorgalma, tehetsége is megjelenik. Szeretnék gratulálni a negyedszázados évfordulóhoz, és szeretném felajánlani azt az együtt munkálkodást, amely Tiszalököt jó irányba viszi. Köszönöm szépen! Felkérem Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat alelnökét ünnepi beszédének megtartására. Emberlelkű földeken, lépdel gyöngy tekinteten, titkos madárral a sűrűbe száll, hogyha érthetnélek süllyedő, ólom szívű múlt idő, elmondanád, hogy van hazám. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, polgármester urak, tisztelt egyházi és világi méltóságok, nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat nevében azt a megtisztelő felkérést, hogy ezen a születésnapon, ahogy képviselő úr fogalmazott, ezen az ünnepnapon itt lehetünk és mondhatunk pár szót, és mondhatjuk azt, erősíthetjük meg azt is, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat Tiszalökre és természetesen a megye minden városára stratégiai partnerként tekint, de természetesen most itt még ünnepi hangulatban vagyunk, és azt hiszem, hogy ennek mindenképpen tudomására kell az, hogy hoznom mindenkinek, hogy Tiszalök az egy kiemelt partnerünk. Az idézet, amivel kezdtem, az nem véletlen. Valóban, amikor itt sétálunk, akkor emberlelkű földekre lépünk. És ennek a mondatnak ennek komoly jelentősége van, hiszen nem csak azt jelenti, hogy emberek élnek ezen a településen, hanem azt is jelenti, hogy itt ezek az emberek megvalósítottak egy álmot, és hogy képviselőhöz csatlakozzak, valóban közösségként munkálkodva létrehoztak egy települést. Ilyes Gyula mondta azt, hogy a vidéki, aki a hazáról kezd el beszélni, az előbb-utóbb a szülőföldre, a szűke pátriára lyukat ki, egy falura, a legesleg végül egy udvarra, a konyhán át a kétablakos szobára, ahol az anya nyelvét megtanulta, öntudatlanul is visszaidézi egy szó történetét, feleveleníti az ősi pillanatot, amidőn a haza
és a ház szó ugyanazt jelentette. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos mondat. Az itt élőknek az a ház, ahol laknak, az a haza, és az a haza, ahová hazatérnek az otthonukból. És így épül fel a magyar nemzet is. Kis közösségekből, családokból, nagyobb közösségekből, és ezek a közösségek képesek arra, hogy valóban olyan virágzó településeket működtessenek és hozzanak létre, ahol valóban nem az egyén a fontos, hanem a közösség maga. És amit külön szeretnék kiemelni, az nem más, mint hogy itt gyakran elhangzik az, hogy milyen fontos az, hogy egy településnek legyen népesség megtartó képessége, vagy legyen akár egy megyének népesség megtartó képessége. De azt hiszem, hogy ettől nagyon sokkal fontosabb az, hogy a képesség meglegyen a népességben is ahhoz, hogy tudjanak segíteni egymáson. Tehát ne csak népesség megtartó képességről beszéljünk, hanem képesség megtartó népességről is. És hogyha ünnepről beszélünk, akkor engedjenek meg nekem még egy idézetet. Márai Sándor írta, hogy ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál kívülről és belülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen körülményesen, és mennyi van örömmel ünnepeltek. Az ünnep a különbözés, az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Én biztos vagyok benne, hogy ezt a mai napot mindenki egy mély és varázsos rendhagyásként éli meg, hiszen akik itt ülnek, ők olyan kovász emberek, akik nagyon sokat tettek azért, hogy Tiszalök, illetve a térség valóban olyan településre, olyan térségé váljon, ahol jó élni. És ehhez bizony méltóvá is kell válni. Méltóvá kell válni az ünnephez, és méltóvá kell válni a közösségeinkhez is. Mit is jelent a méltóság? A méltóság az talán a jellemnek és a szellemnek a műveltsége. És ha megengednek egy nagyon pici kitérőt, tegnap volt szerencsém Budapesten lenni és élőben meghallgatni Orbán Viktor miniszterelnök úr ünnepi beszédét, és sajnos azt el kell mondani, hogy ott nagyon sok ember van még, akik nem tudtak méltóvá válni, sem az ünnephez, sem a jellemünkhez, sem a szellemünkhez. Én bízom benne, hogy példát vesznek az itt élőkről, példát vesznek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről, és legközelebb majd méltóképpen tudják megülni nemzeti ünnepeinket is, és ezáltal rangot adni azoknak az ünnepeknek is, amelyek a helyi közösségeken keresztül a magyar nemzetet erősítik. Nagyon szépen köszönöm, megköszönöm a figyelmüket, és hogyha megengedik, akkor egy bibliai idézettel búcsúznék, és ezzel köszönni meg mindenkinek, minden kovász embernek azt a munkát, amit végzett Tiszalökért, és ezáltal a megyéért is. Légy hív, mint halálig, és elnyered az életnek koronáját. Isten áldja önöket! Felkérem dr. Hosszú József urat, a Tiszavasvári járási hivatal vezetőjét ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt Állatosságú képviselő úr, polgármester úr, kedves hivatalvezető kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem önöket ezen a nemes ünnepen, és egy személyes kitérővel kezdjem. Király polgármester említette, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor a Tiszalök város lett egy másik település is várossá vált a megyében, az én szülővárosomról Újfehérváron beszélt polgármester úr, és visszaemlékszem, hogy 16 éves fiatal gyermek voltam, és emlékszem arra a lázra, szinte lázban égett a település, hogy most ők Göncárpád köztársasági elnök úr, és a falu apraja nagyja, ahogy mi falunak mondtuk, falu apraja nagyja ott volt a főtéren, és vártuk azt a pillanatot, hogy megérkezzen köztársasági elnök úr, és biztos, hogy jól tartották itt Tiszalökön, hisz közel egy órát fésett annak idején köztársasági elnök úr, és de mi kivártunk, mi fiatalok álltuk a sorfalat az ünneplő tömeg előtt, és mai napig emlék bennem az, hogy köztársasági elnök úr minden fiatalra, fontosak voltak neki a fiatalok, mi akiket álltunk sorban, mindenkivel kezdett volt. És ez a készfogás, ez úgy megmaradt bennem, hogy ezt el kell tudni, hogy mondjam, hisz ez a pillanat erre megfelelő. És akkor visszatérve a jelenbe, igen, abszolút ember vagy. Tehát
a mai napokra visszatérve, a polgármester úr, Gönzer polgármester úr említette azt a átalakítást, amelynek során Tiszaországi járás ugye megalakult, és 13. január 1-től Tiszaországi kirendelőséggel működünk. Ugye, és én is többen említették azt, hogy kicsit körülményes volt ez az indulási időszak, de aztán én úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan munkakapcsolatot kialakítanunk Tisza Lökváros önkormányzatával, amely példaértékűnek mondható, hisz bármilyen gond, problémánk van a járási vonat munkája kapcsán, akkor partnereket találunk az önkormányzatban, és bármilyen kérdésre fordulunk hozzá, hogy érkeznek lehetőségeiket mérte teljesíteni. Ennek egy fontos mérföldkőve volt, amit képviselő úr említett 2014. február 12-e, amikor ebben a teremben összegyűltünk szép számmal, és átadtuk az ország első második generációs kormányablakát Navracsics Tibor miniszter úr közreműködésére. Ez a kormányablak jelenleg itt a mögöttünk lévő épület részben található, és közel 2000 ügyben tudjuk fogadni az ügyfeleket, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos a vidéken élő emberek számára, hogy nem kell ügyes bajos dolgait miatt Nyíregyházára vagy más nagyobb településre utazniuk, hanem itt helyben tudják az ügyeket elintézni. Ez látszik is az ügyfélforgalmunkon, hisz heti 4-500 ügyfél jelenik meg itt tiszalöki kormányablakban is, ami úgy gondolom egy jelentős szám. És én a kollégáimnak mindig azt mondom, vannak itt a teremben tanulni, akik elmondhatják, hogy én ezt várom el a közigazgatástól, amit mások is elvárnak tőlük, hogy mindig úgy viszonyuljunk az ügyfelekhez, hogy lehet, hogy holnap mi ülünk ott ki. És nagyon fontos az, hogy olyan empátiával és olyan tisztelettudással bánjunk az ügyfeleinkkel, hogyha legközelebb holnap mi megyünk egy másik hivatalba és mi ülünk ki, akkor ezt kölcsönösen tudjuk elvárni a másik hivatalba. És úgy gondolom, ebben az én kollégáim maximálisan megfelelnek, hisz az elmúlt 4,5 év alatt még negatív visszajelzést, talán egyet kaptam, de az is egy elvakult ember volt, aki negatívan illett a mi munkánkat, de ugye a nagyszámok törvénye alapján meg kell, hogy történjen. Említette Gömze polgármesterről a közfoglalkoztatás, ami szintén a járási hivatal hatáskörében van 2013-tól. Én kértem a kollégáktól egy számot a délelőtt folyamán, hogy milyen létszámban és milyen összeggel támogatjuk Tiszaalföld Város Önkormányzatát a belügyminisztérium forrásaiból. Most az elmúlt 4 évben, 2013-tól 2016-ig összesen közel 1200 fő fordult meg közfoglalkoztatásban, és a közfoglalkoztatás bérjellegű és dolgi jellegű kiadásaira több mint 500 millió forintot szánt a magyar kormány. Tehát úgy gondolom azért ez egy jelentős összeg, hogy több mint 500 millió forint érkezett itt a településre, amivel a közfoglalkoztatást tudtuk segíteni. És még egy fontos területe van a mi munkánknak, amivel Tiszaalföldet tudjuk támogatni, ezek a különböző bértámogatások, amelyek során az elmúlt 4 évben közel 100 ember tudott elhelyezkedni Tiszaalföldön, ami és a kormány támogatásával hisz bértámogatást tudunk nyújtani, amelyen megkönnyítjük a vállalkozó munkáját, hogy tudjanak piacképes munkaerőt foglalkoztatni. És még egy dolgot szerettem volna elmondani, mielőtt zárom szavaimat, hisz az előttem elszólt, nagyon sok minden elmondtak. Én úgy gondolom, hogy végigmondottam itt a beszédek alatt a polgármester beszámolóit, hogy 13 óta közel 10-ben, lehet több is, mint 10 átadó ünnepségen voltam itt, és amikor jövök, megyek Tiszavasár és Tiszalök között, azt veszem észre, hogy a főút mellett gombamódra szaporodnak az építkezések. És úgy gondolom, ez egy olyan dolog, amely ebben mi is tudunk segítséget nyújtani, ez egy olyan dolog, amely azt mutatja, hogy Tiszalöknek igenis van jövője, Tiszalök egy élhető város, és ehhez kívánok a jelenlegi városvezetésnek sok erőt és kitartást, hogy a mindennapi harcok során ezeket a fejlesztéseket csinálják végig. Az előző polgármesternek köszönöm azt a munkát, amelyet Tiszaalföldet egy ilyen gyönyörű kisvárossá tehették, hisz ez egy gyöngyszem itt a Tisza partján. És még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek jó egészséget és hasonló jókat kívánok. Köszönöm. Kérem, hallgassák meg Perési Fanni előadásában Krúri Gyula Őserdőben című próza részletét. Krúri Gyula Őserdőben részlet. Néhány esztendő előtt nyáron a Felső-Tisza mentén kóboroltam. Egy vidám, gyors járású, kristálytisztaságú hegyi patak itt a Tisza. Olyan csillogó a medre, mintha megbű gyémántot, aranyat és ezüstöt tartalmazó kőzettel volna behintva a folyó feleket. Fekszem egy fal alatt, amely öregebb 500 esztendősnél. A lombjai, gajai szétterülnek a magasban, mint egy templom boltozata. Csak itt-ott látni egy foltot a kéképről. Dél van az órámon, s itt mégis alkonyi félhomálygolom. A fáknak, különösen a vén fáknak valóban emberi alakjuk van, mintha elvarázsolt emberi lények lennének. Amint a vén falat fekszem,
egyszerre, csak azt látom, hogy a nagy mohacsomók már mozdulnak, följebb vagy lejjebb csúsznak, és egyszerre itt-ott kibontakozik a fatörzs vonalai közül egy orrnak, egy szemöldöknek állnak az alakja. Az öreg fatörzs már teljesen átalakult, nagy orrú, ilyen nagy szemű, egybefolyó bajuszakállas orca volt az ott a fatörzsben. S ekkor úgy láttam, mint a korona volna a fején, király korona, amilyet a középkori királyok otthon, vagy vadászaton voltak. Ott volt a király a fában, és szint nézett az erdőben. A fatörzse, vínek, szakállasak, a levesek, ott az erdei félhomályban ez alatt mind átalakultak. Közelből, távolból, minden oldalról nagy, óriási emberarcok bámultak rám a fák törzséből. Nini, hogy néznek, zordan és komoran az arcok, mintha nyomban megszólalnának. Fönn, a fák tetején, könnyű szél mozgatta meg a felső gajakat, és ilyen formán egy pillantásra ragyogó nyári napsugár suhant a félhomályba, ahová a napsugár aranyfoltját vetette, onnan eltűnt a rejtelmes arc. A napsugár visszarepült az égbe, s idelen újra sötét lett. Az arc, az eltűnt. Csöndesen bontakozott ki a mohos fatörzs sötétségéből. Sokáig feküdtem ott az emberi arcok erdejében. Az est leszállott, az arcok eltűntek a sötétben. Aludni mentek. Felkérem Bogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárát ünnepi beszédének megtartására. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő! Néhány nappal ezelőtt egy ünnepi beszédhez készültem, és mellettem állt az országos rendőrkapitány úr. Megkérdeztem tőle, hogy tábornok úr, meddig kell ahhoz beszélnem, hogy a hallgatóság elkezdjen szivárogni. Azt mondta a tábornok úr, hogy bármeddig beszélhetsz, itt rend van, senki nem megy. Úgy látom, a kisalakban is rend van, és érdeklődéssel hallgatják végig a beszédeket, érdeklődéssel hallgatják végig a visszaemlékezéseket, amelyekről azt gondolom én, hogy jól látszik az ember életében, a hétköznapokból, a munkás hétköznapokból van több, de mégiscsak az ünnepek azok, amik megadják azt a lehetőséget, hogy a munkás hétköznapok, a munkavégzés eredményét, a munkánk következményét le tudjuk mérni, azt vissza tudjuk ellenőrizni, és hát megfogalmazhassuk azokat a célokat, azokat a terveket, amelyeket meg szeretnénk valósítani. 25 év a városi rangban, 25 évvel ezelőtt egy egészen más világban, talán egy egészen más környezetben éltünk. Én úgy emlékszem arra, 1990-ben azt gondoltuk, hogy itt most valami gyorsan megváltozik, valami gyorsan átalakul, és majd nagyon gyorsan mind anyagi értelemben, mind tárgyasult világi értelemben, mind pedig az emberi kapcsolatokban olyan kinyíló, virágzó országba lépünk, vagy jövőbe lépünk. Aztán hát az elmúlt évtizedek azért azt mutatták, hogy ez nem megy ilyen könnyen. Nem mondom végig az ő ország és az önkormányzati rendszer gúdácsolásait, kihívásait, sikereit és problémáit, de azt mindenképpen le kell szögeznünk, vagy el kell ismernünk, el kell fogadnunk, hogy bizony a rendszerváltást követően is még hosszú évekig a jövőnket éltük föl. A jövőnket éltük föl, mert az ország úgy gazdálkodott, hogy többet költött, mint amit lehetővé tett a termelés. Ezért persze nem a gyári munkás, vagy a földeken dolgozó, vagy akár a tervezőmérnök, vagy a pedagógus volt a hibás, hanem volt egy örökölt szemlélet, volt egy örökölt folyamat, amellyel haladtunk egyre közelebb abba az irányba, ami egy fenntarthatatlan helyzetet eredményezett volna. 2010-ben eljött az az idő, amikor azt kellett mondanunk, hogy nincs tovább. Láttuk azt, hogy az Európán végigsöprő gazdasági válság mit okoz, és mit okozhat, hogyha tovább folytatjuk azt a típusú
költekezés és azt a típusú politikát, ezért változtatnunk kellett. Változtatnunk kellett nagyon sok mindenen, változtatnunk kellett szemléleten, változtatnunk kellett gazdálkodáson, és változtatni kellett az önkormányzati világban is. Én úgy gondolom, úgy érzem, és talán ma az országban egyre többen vannak úgy, bár ez is igaz, hogy ez területileg nem mindenhol egységes, de mégiscsak egyre többen vannak úgy, akik azt érzik, hogy érdemes dolgozni. Egyre többen vannak azok, akik azt érzik, hogy annak a munkának, amelyet az elmúlt 5-6 évben közösen elvégeztünk, megvan az eredménye, hogy valóban léphetünk előre, és ami ennél sokkal fontosabb, nem csak előre léphetünk, hanem látjuk azt, hogy ha előre lépünk, utána is van út előre, utána is lehet tervezni, mert stabilabb, vagy stabil lábakon áll Magyarország, stabil lábakon áll a magyar gazdaság, még akkor is, ha egyébként a világ az folyamatosan változik, és újabb kihívásokkal jelenik meg előttünk. Nem hiszem, hogy 5 évvel ezelőtt bárki gondolta volna, hogy a világ legerősebb katonai szövetségébe tagként, a világ legerősebb gazdasági szövetségébe tagként olyan kihívások elé nézünk, egy egész világot megmozgató népvándorlás, egy egész világot megváltoztató társadalmi mobilitás beindulása miatt, amivel tulajdonképpen nálunk gazdagabb, fejlettebb, meg hosszabb demokratikus előélettel rendelkező országosan nagyon tudnak mit kezdeni. És nekünk helyt kell állnunk. Helyt kell állnunk a hétköznapokban, helyt kell állni a napi munkában, és helyt kell állni az országnak is, mint Európa egyik védőbástyájának. És ha történelmünket végignézzük, akkor azt gondolom, mindenki érzi azt, hogy bizony ez a történelmünk során sokszor előfordult. Egy önkormányzatnak, egy képviselőtestületnek az a feladata, hogy helytálljon azért a közösségért, abban a közösségben, ahol megválasztották, és hogyha elhangzik az, persze teljesen jogosan, hogy mond fejétől bűzlik a hal, ez mellé tudom tenni, mindenkinek olyan vezetője van, amilyet megérdemel. Ezt a két dolgot mindig együtt érdemes nézni. Ha egy város, ha egy település fejlődik, akkor az azért van, mert ott a közösség működik, az a közösség együtt tud működni. Tudnak olyan vezetőket választani, amely vezetők a városért, a településért dolgoznak, közös célokat képesek megfogalmazni, és látják azt, hogy ki mit szeretne, és ezeket a vágyakat össze is tudják csiszolni, mert hiszen ez a legnehezebb, hogy a vágyakat, az álmokat és a lehetőségeket összecsiszoljuk. A visszaemlékezésekből hallhattuk, hogy milyen fejlődésen ment keresztül a város, és ehhez tényleg csak gratulálni lehet. Én bízom abban, hogy a most megnyíló lehetősége, azok a pénzügyi források, amelyek az elkövetkezendő években segítenek ahhoz, hogy a közösségi célokat megvalósítsuk, és segítenek ahhoz, amit legalább olyan fontos, mint az intézményrendszer felújítása, a gazdaságot, a helyi gazdaságot is meg tudjuk mozdítani, hogy a fejlődésnek hosszú távon is megteremtsük a motorját. Bízom abban, hogy ezek a törekvések a kormányzat, az önkormányzatok, a megyei önkormányzat együttműködésével sikeresek lesznek. Nagyon fontos, hogy a babakocsit könnyű legyen végig tolni az utcán. Jobb magam 16 évig voltam polgármester, ugyanezekkel a problémákkal, ugyanezekkel a gondokkal, és hát ugyanezekkel az örökökkel természetesen én magam is találkoztam. De ugyanakkor azt is megtanultam, hogy attól, hogy egymásra rakjuk a köveket, attól, hogy házakat építünk, attól, hogy utakat építünk, attól még nem leszünk feltétlenül boldogabbak. Ha szétnézünk a világban, nem biztos, nem mindig azt látjuk, hogy a gazdag országokban élők élik a legboldogabb hétköznapjaikat. Nem mindig azt látjuk, hogy az anyagi javak adják a legnagyobb boldogságot. Szükség van, nyilván szükség van infrastruktúrára, szükség van intézményekre, szükség van útra, szükség van járdára, de leginkább az emberekre van szükség. Azokra az emberekre, akiket díszpolgárnak lehet választani, mert olyan életutat jártak be, amire büszkék lehetünk. Büszkék lehetünk a saját városunkban, a saját településünkön, ott, ahol élünk, ott, ahol bosszankodunk a sáron, bosszankodunk a téli jeges úton, de tudjuk azt, hogy itt vannak olyan emberek, akik innen indultak, és viszik a város hírét, és viszik a
város közösségének a hívén, és nekünk, a városban élőknek feladatunk az, kötelességünk az, hogy a városban városiassan, városi módra, polgármódra éljünk, hogy a szomszédainkkal kijöjjünk, hogy a szomszédainkkal összejárva egymás gondjaiban segítsünk. Nagyon sok olyan feladatunk van, nagyon sok olyan feladat van az önkormányzatnak, az önkormányzat intézményeinek, a pedagógusoknak, a közösséget szervezőknek, a civil szervezetek vezetőinek, amik nem tárgyasíthatók kőre, téglára, aszfaltra, hanem az emberekre kell, hogy fókuszáljon arra, hogy ezeket azokat az embereket, akik a települést alkotják, azokat egy közösségé hozzák össze. Mert a hazánk, a lakóhelyünk, a szülőhelyünk, vagy születéskori lakóhelyünk az a közösség, amely meghatározza azt, hogy mire jutunk. Az a közösség az, ami meghatározza azt, hogy mire jutnak a gyermekeink. És hogy mire jutnak a gyermekeink, az adja a jövőnket, az adja a nemzetünk jövőjét. Én köszönöm szépen, hogy együtt ünnepelhetek Önökkel, és kívánom azt, hogy városuk gyarapodjon, és ez a 25 év sok-sok nullával, sokszorozódva a végén, az idők végezetéig egy törekvő, arra törekedő közösséget hozva létre, akik együtt, egymásért képesek dolgozni, akik azért képesek dolgozni, hogy barátokként élhessenek, mert hiszen fontos az, hogy milyen úton járunk, de mégiscsak fontosabb az, hogy barátok közé élhetünk esténként haza. Köszönöm szépen! Kérem, hallgassák meg Lósz Jolán előadásában a Magyarország az én hazám és az 1848-ban című népdalokat. Közösség, felkérem Önöket, hogy énekeljük el közösen a szózadot.
Tárogatón kísér, Fekete Miklós művész talán. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelt pályázók! Egy pár mondatba a benyomásra magáról a pályázatról keletkezett bennem. Tehát én úgy gondolom, a szeretett Tiszalök az a táj, az itt élő emberek és az itt élő emberek által létrehozott szellem és anyagi javak egységéből adódik az a szeretet, ami az ember a szülő földje a szülő települése után gondol. Nekem az volt a benyomásom, hogy a pályázók a táj irányába mentek el. Valahogy azok az emberi kapcsolatok, hogy itt élünk, sokan vagyunk együtt, egy közösséget alkotunk, ez nem jelent meg a fotókban. Szeretném, hogy az 50 éves évfordulókor, amikor szintén Zsúri elnökként itt fiatal emberként értékelem a pályázatot, akkor erről is beszélhetek, hiszen ahol a fotózásnak arról is szólni kell, hogy a fotós az emberek között él, látja őket és megpróbálja az örökölő valóságot megörökíteni. Így maradunk meg nem csak az emlékezetben, hanem több generáción keresztül is. Ez egy rövid bevezető volt, és akkor mindenki izgul és jól felhúztam a idegeket. Az első, hogy hátul a kezdődik? Jó, az emléklapokat azt nem írtam külön fel. A köszönet a résztvevőknek, és tisztelet érte, az első, aki emléklapot kapna, Agózs Beáta. Kirincsi Nikoletti következő, Turcsek Gabriella, Mester Tamás, Körei Lászlóné. Családi vállalkozásnak tűnik, mert idősebb Köré László a következő. Gyere,
ifjabb Rokonál Zoltán. Ifjabb Rokonál Zoltánné. Bodnár Zsuzsanna. Kulcsár Fanni. Kucsok Sándor. Sárga Krisztina. Szebenszki János. Újfalusi Anikó. Juhász László. Papné Kórik Judit. Kuri Valéria. Idősebb Kuki Sándor. Bocsánat! Alexandra, Voksai Magdolna, Mizsik Gyula, Kuki Sándorné, Kertész Tímea, Kis Boglárka, Juhos Rászlót látta. Közalapítvány, ami természet és környezetvédelemmel foglalkozik, külön díját a legszebb madárfotóért, egy cseréből készült madárodut, Kertész László. A következő külön díjas Veres József, a Tiszalöki vízerőműről készült képével. És itt az néhány szót a képekről, bocsánat, a Kertész László esetében már nincs itt, de a közönség hallja. Egy technikailag jól kivitelezett madárfotó, belekomponált a kicsit a tájat is, a kenyérgyári oltiszát természetesen, tehát ezért gondoltuk különbíjasnak. Veres József esetében egy jó, tehát azt mondtam, hogy a fotózás a pillanat művészete, tehát a Tiszalöki vízerőmet, a jó fényviszonyok között időjárás is megfelel. A vízállás is jó volt, tehát jó mutatott az erőmű, akkor készített el, ezért lett különbíjas. És ifjabb Kuki Sándor az Én Városom című képével. Ez egy hát fotózás esetében az ötletet is mindig díjazni kell. Itt ő kapta a díjat, az önreve szerepel, az a közösség érdemelni, aki vette a fáradtságot és az idei nagy téren a jégből kivágta a Tiszalöki feliratot, felállították a jégből készült betűket, és ebből készült egy fotó, és szerintem ez évtizedekig még Tiszalöki ikonikus, főleg van időjárás, majd a globális felmelegedés miatt, amit látunk, egy ikonikus fotója lesz, ennek a honlapon és kiadványokon van a helye. Kezdjük a harmadik helyzettel, Erdei Árpád egy borús délután. A fotósnak mindig művészén kell játszani a fényekkel. Itt ő azt fogta meg, amikor a kenyérgyári holtában egy nagy vihar közeledett, de a vihar alá besütött a nap, és az egyik ilyen vendégfogadó helyet, ilyen lábanálló házat szépen világította a nap. Egy fotó is jó, Tiszalöknek is azért a tanösvény az egyik új keletű jelképe, tehát ez így együtt volt, ezt értékelte a zsűri. Következő Zsíros Sándor, Tiszai hangulat. Második helyzet. Hát ez nekem egész gyerekkoromtól kísért ez a hangulat. A Tisza parton kikötött csónakok, a nád, a lemenő nap, ez egy visszatérő. Azt hiszem a Tiszalökiek, ha a Tiszalökkel álmodnak, akkor vagy a nagymamájuk jó főztjével, vagy pedig ilyen képpel gondolnak az, akik elkerültek. Akik meg itt vannak, azok időnként kimennek és megnézik, hiszen megnyugtatja az embert. És első helyezett Boros László, Ősz című képe. Ennek a képnek az értékét az adja, hogy
és első pillanatban ránéztük, nem tudtuk eldönteni, hogy egy festmény, vagy egy fotó. Annyira jól játszott a színekkel, annyira, mint egy pasztel festmény, azt tudta elérni, mert ez a fotóművészetnek már az a foka, amikor egy kicsit túl gondol azon, hogy a pillanat művészete is megfogok egy pillanatot, az is nagyon fontos. Ő már ezt, mintha átgondolt, átkomponálta volna, a zsűrinek ez a kép tetszett a legjobban. Nagyon köszönöm a jelen nem lévő alkotóknak azt, hogy pályáztak, az ötletgazdáknak azt, hogy ezt így kitalálták, hiszen egy ilyen pályázat visszalöknek egy, mint a fotó, egy adott év, egy adott időszakának a dokumentuma, ez meg fog maradni, archiválva lesz, és visszakereshető, lehet rá emlékezni, hogy 25 éves volt Tiszalök, és akkor ezek a képek is ilyen minőségben készültek. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, megkérném akkor majd az illetékeseket, hogy ezt a külön díjasnak adják rá. Az ünnepi képviselőtestületi ülés utolsó napirendi pontja következik. Kérem, hallgassák szeretettel Nagy Grétát, aki népdallokat ad elő fogola kísérettel. Városvezetés és minden szervező nevében megtisztelő jelenlétüket és kitartó figyelmüket.